Köszöntöm nézőinket! Önök Dombóvári magazinunkat látják, vendégünk ezúttal Pintér Szilárd, Dombóvár polgármestere. Üdvözlöm, polgármester úr! Jó napot kívánok! Talán kezdjük az elején. Milyen állapotba vette át a város 4,5 évvel ezelőtt, milyen kondíciókkal? Azt gondolom, hogy egyik oldalról nagyon rossz emlékeim vannak 19-ről, de 24-re az idő megszépítette ezeket az emlékeket. Mindezt mondhatom úgy, hogy azok az események, amelyek akkor itt rám vártak, nagyon váratlanul értek. Direkt nem azt látom a felkészületlen szót, hiszen egyébként, ha nem éreztem magam felkészültnek, nem is indulok Dombáron polgármesternek. 300 millió forint rövid lejáratú hitelek, 300 millió forint szállítói tartozás, és mindez mellé csatlakozott még egy 500 millió forintos hosszájáró hitelcsomag. Ami számomra nagyon fontos volt, hogy visszanyerjük helyi vállalkozóknak a bizalmát, és a szállítókkal kapcsolatosan kezdtem meg azonnal az egyeztetéseket, és 2020 tavaszára minden szállítói tartozást sikerült kifizetnünk. Nyilván pénzintézet tekintetében a folyószámla hitelkeretet ennél picit rugalmasabban lehetett kezelni, hiszen a városnak a költségvetési főösszege egyébként lehetővé tette egy ilyen mértékű hitelnek a felvételét, de nyilván a folyószámla hitelt azt nem beruházásokra kell fordítani. Viszont ez kampány idején jellemző volt az elődömre, hogy a rövid lejáratú hitelből is olyan beruházásokat végzett el, amelyre előtte 17 éven keresztül valószínűleg nem volt ideje. Mi ezeket az akadályokat leküzdöttük. Nyilván ehhez kellettek olyan lojális és elhivatott és szakértelemmel bíró kollégák, akik beálltak ebbe a sorba. És 2020 év végére azt gondolom, hogy likviditási problémáinkat sikerült leküzdeni. 2021-től már folyószámla hitel igénybevételében sem nagyon éltünk. 2023-ban talán egy-két napra vettük igénybe ezt a finanszírozási lehetőséget. Mindezek mellett azt gondolom, hogy a hosszú lejáratú hitelek adósság szolgálatának mindig időben eleget tudtunk tenni, de nyilván ez a város lakóinak szempontjából és az állampolgároknak ezek a tények nem is annyira fontosak, hiszen azt gondolom, ők mindig azt kérik számon a városvezetéstől, hogy miben fejlődik a város, mi az, amit tetten érhető és kézzelfogható. Na, az első két évünk ez nem erről szólt alapvetően, hiszen a pénzügyre kellett rendet raknunk a házunk táján. És ezekre a pozitív folyamatokra milyen hatást gyakorolt a negatív gazdasági helyzet, gondolok itt a Covid-ra, a háborúra, az energiaválságra? Alapvetően a pandémia idején egy picit takarékoskodtunk. Az volt az az időszak, amikor egyébként minden bezárt, és volt mindent időnk újra gondolni, és akkor tudtuk végig gondolni azt, hogy hogyan tovább. Nyilván azon szerencsés emberek közé tartozom, jó magam is, és hála Isten családom és Dombóvár lakosságának nagy része, akit a pandémia csak kismértékben érintett meg, sőt, örülünk, hogy élünk, szoktam mondani az embereknek, hiszen ma akkor tudunk beszélgetni, és azok hallják ezt a beszélgetést, akik túlélték ezt a nehéz időszakot. Nyilván ezt követően sokkal nagyobb kívás elé állított minket az orosz-ukrán háború, hiszen akkor ott tízszeresére ugrottak a költségeink. Itt gondolok a villanyra, a gázra és minden egyéb olyan energiára, aminek ugye egyik legnagyobb felhasználja a Dombóvárna az önkormányzat és annak az intézményrendszere. Racionális döntéseket hoztunk és elkezdtünk költséghatékonyan dolgozni, szűkítettük a kiadásainkat, és nyilván ezek partnerek nélkül nem tudtuk volna megtenni, hiszen a hivatal dolgozói, az intézményeink dolgozói, civil szervezetek, sportszervezetek, mindenki belátta, hogy most olyan időszakba vágtunk bele, ami még nem volt a mi életünkben, és erre olyan választ kell tudnunk adni, amire mi még magunk sem készültünk, de meg kellett húzni a nadrágszíjat, hogy nagyon egyszerűen fogalmazok, és ezt a nadrágszíjúzást közösen követtük el, és ez vezetett eredményre és sikerre. Ma, amikor már beszélgetünk, nyilván ezek az energiárak is kezdenek visszamenni, és nagyjából azon a szinten vannak, vagy esetleg picivel vannak magasabban, mint az orosz-ukrán háborút megelező időszakban. Természetesen ez az 5 év azt gondolom, hogy minden ember életében nagyon nagy kihívás volt. Az életben bármilyen pozíciót töltött be, és erre mindig azt szoktam mondani, hogy mind ugye a család gazdálkodásában, ugye az önkormányzat gazdálkodásában is megjelentek ezek az anomáliák, és én gratulálni tudok csak azoknak a dombvári vállalkozóknak, akik ebben nehéz időszakban is talpan tudtak maradni, és nem bocsátottak el embereket, hiszen ez nagyon fontos volt, és az országban több helyen lehetett hallani, hogy szűnnek meg vállalkozások, csökkentik az alkalmazotti létszámot,
Én nagyon örülök és büszke vagyok a dombári vállalkozókra, hogy talpon maradtak ebben nehéz időszakban is, és gratulálni tudok nekik. Hát az nehéz időszak ellenére rendkívül sok fejlesztés, beruházás zajlott Dombováron. Épült pumpapark, játszótér átadás, számtalan egy beruházás. Szerintem, mivel hogy nem tudjuk végig sorolni, mert annyi volt, próbáljuk meg a jelentősebbeket kiemelni. Én ezt két csokorba szedném, hiszen ebben voltak olyanok, amelyeket pályázatok segítségével tudtunk megvalósítani, illetve voltak olyanok, amelyeket saját erőből tudtunk. Amikor polgármester lettem, és láttam, hogy áldatlan állapotok vannak köznevelési intézményeinkben, három óvodánkban és a bölcsödében, akkor én eltökélt voltam abban, hogy ez lesz az első, ahol rendet kell raknunk. Óvodáinkat azt sikerült nagyjából saját forrásból rendbe raknunk. Időközben volt egy szerencsés lehetőség, és a bölcsöde felújítására és a létszám bővítésére tudtunk pályázatot benyújtani, úgyhogy még egy csoportszobába tudtuk bővíteni bölcsődei ellátásunk a lehetőségét, hiszen ez Dombovár tekintetében nagyon fontos, hogy megszűnt a sorbaállás, az anyukák vissza tudnak menni a munkavilágába, és nyilván ennek mentén ugye bátrabban gondolkoznak a fiatalok a gyerekvállalás tekintetében, hiszen egy éves koruk óta után már az önkormányzatnak nyitva áll előttük a bölcsőde. Természetesen ki szeretném emelni, hogy menet közben elkészült az ipari park, ami szintén nagyon fontos, hiszen a közeljövőben remélem, hogy újabb vállalkozások fognak megjelenni, és nyilván zöldezős beruházások mentén meg fognak épülni azok a csarnokok, ahol tucatjába teremtenek munkáját a dombaváriak számára. Természetesen elkészült az Arany János téri orvosi rendelő, ami az STK-t követően a legnagyobb járóbeteg ellátó intézmény a Dombováron, és azt gondolom, mindenhol, ahol azt érzékeltük, hogy nagyon-nagyon nagy elmaradások vannak, és infrastruktúra tekintetében nem a 21. századnak megfelelően fogadjuk és látjuk el a dombaváriakat, és az egyévestől a 100 évesig ez mindenkire igaz, ott megpróbáltunk beavatkozni. Természetesen a nagy lehetőségek, azok azt gondolom, hogy még előttünk állnak, hiszen a következő fejlesztési időszakban Tolna megye tekintetében Dombovár az első, aki vezeti a listát, aki a legmagasabb összegű top támogatásban fog részesülni. És nyilván a fenntartató város kategóriában, amiben ugye Tolna megyéből 4 város tartozik bele, mindenkinek megvan már és külön van kezelve a forrása. És bizony benne, hogy június 9-én egy olyan pozitív változás fog bekövetkezni Európai Unió Brüsszel tekintetében, amikor a magyaroknak járó források végre megérkeznek Magyarországra, Tolna vármegyébe és Dombovárra is. Ezen kívül, amit még elsorolt, már jelentős útfelújítások is voltak. Az utak tekintetében azt gondolom, hogy kiemelkedően elmaradott a Dombovár, és ez nyilván igaz az önkormányzat és az állami fenntartású utakra is. Minden lehetőséget megragadtunk, hogy saját forrásból, illetve BM forrásból újítsunk fel utakat, de az első pályázat, ami Dombováról beérkezett a topos forrásra, az egy útfelújítás volt, 11 kilométer útfelújítását terveztük el. Erre természetesen napokon belül, vagy bármikor a napokban megjelent egy támogatói döntés. Ez az útfelújításnak az első etapja csak, hiszen a rendelkezésre álló forrásaink alapján az elkövetkezendő 2 évben 20-25 kilométer útfelújítására lesz lehetőségünk, ami azt gondolom, hogy már nagyon ráfér Dombovára. Ezen túlmenően külön alapból kezelik, és nyilván ez az állami közúthoz tartozik már, azok az útszakaszok, amelyek nem Dombovár tulajdonában lévő, és illetve nem a kezelésben vannak. Itt gondolok a 4-sávos útra, ami átszeli Dombovárt. Remélem, hogy ez is a közeljövőben ennek a felújítása is meg fog kezdődni, és el fog készülni. A nehéz gazdasági helyzet ellenére és a rossz kezdés miatt is 3 milliárd forint vagyongyarapodást könyvelhet el Dombovár. Hogy csinálták ezt, és mit jelent ez a dombováriaknak? Nyilván nagyon büszke vagyok rá, hogy minden nehéz körülmény ellenére és az ellenzék híreszterése ellenére Dombovár vagyona nőtt az elmúlt időszakban. Tekintettel, hogy azok a beruházások, azok a fejlesztések, amelyeket elkövettünk az elmúlt 4,5 évben, ezek ugye mind aktiválva lettek, és ezeket a számokat én nem hasraütve mondom, hiszen azért a számvitel az egy kőkemény szakma és egy viszonylag exakt tudomány, és az elmúlt 30 évben volt szerencsém annak apróbb berkeit is megjárni, és érteni tudom már a kettős könyvvitelt, és nyilván a költségvetési könyvelést is értem. Ebből adódóan állíthatom azt, hogy ez a 3 milliárd ez egy valós szám, és remélem, hogy ennek a többszöröse fog az elkövetkező időszakban
vagyongyarapodás tekintetében megjelenni Dombóvár mérleg főösszegében? Most azért még minden nem valósult meg, mert itt nagyon grandiózus tervek vannak. Sportkomplexum létrehozása, akkor a mentőállomás felújítása, az STK felújítása. Ezek a folyamatok most hol tartanak, illetve mekkora volumenű beruházások ezek? Nyilván 2019-ben azt gondoltuk, hogy ránk fog sütni a nap, és egy olyan időszak következik. Az előbb említett tények mentén mindenki számára már értett, hogy nem feltétlenül biztos, hogy így volt. 2020-ban egy parlamenti döntés alapján 235 millió forintot kapott Dombóvár város önkormányzata a Sport és Szabadidő Centrum terveinek az elkészítésére, illetve ehhez kapcsolódó tulajdonjogoknak a rendezésére. 2023 év közepére mi ezt a munkát elvégeztük, és átadtuk az Építésügyi Minisztériumnak ezeket a tervdokumentációkat. Gyakorlatilag a tervezett, megálmodott intézmény kiviteli tervekkel rendelkezik. Miután ez egy állami beruházás lesz, ebből adódóan az első adandó alkalommal, amikor a költségvetésben lehet rendelkezés ára forrás, ami egyébként nem csekély össze, hiszen közel 9 milliárd forintról beszélünk, de azt hiszem, hogy az a komplexum, amelyet már jóvá hagyott a Magyarország kormánya is, már régeség megérdemelték volna a dombováriak. Ez egy multifunkcionális komplexum lenne, amelyben egy kosárlabda csarnok, egy úszoda, egy lőtér és egy tekepálya kerülne megépítésre. Nem véletlenül esett a választás ezekre a sportágakra, hiszen tradicionálisan Dombóvár a háromban mindenféleképpen nagyon nagy múlttal bír. A lőpályára pedig azt gondolom, hogy az oktatás miatt lenne szükségünk, hiszen a szakközépiskolában a rendészképzés folyik, és a fiataloknak van egy kötelező lőgyakorlatuk is. Természetesen ez nem csak az ő rendelkezésükre állna, nyilván ezt a BM rendelkezésére is bocsátanánk, nyilván a vadásztársaságok is jöhetnének ide lőgyakorlatra. Én azt gondolom, hogy ez is megtelne élettel. Akkor beszéljünk arról, hogy nagyon szoros kapcsolatot tart a város vezetése az egyházaknak. Ennek meg is van a gyümölcse, több templom kívülbelül megújult, az egyházi oktatási intézmények is fejlődtek, jelentősen fejlődtek, illetve nemrégiben indult el egy négycsoportos katolikus vadonatúj óvoda építése. Miért tartja fontosnak a Dombóvár városa a szoros együttműködést az egyházakkal? Azt gondolom, hogy az egyházak is megértették, hogy Dombóváron elkezdődött a változás. Nyilván számomra ők mint egyházi szereplők nem voltak újak, hiszen az elmúlt több mint két évtizedben polgármesterként én nagyon jó viszonyt ápoltam velük. Azok az értékrendek, amelyek az egyházi gondolkodás mentén megjelenhettek Dombóváron, számomra egész életemben nagyon fontosak voltak. Kölcsönösen egymás bizalmát élveztük, és 2020-tól úgy érzem, hogy kinyitottam az ajtót számukra, és ők jó szívvel vették a hívásomat. Azóta gyakorlatilag már minden felekezet, aki Dombóváron eddig is volt, megjelent az irodámban, és megjelent a képviselőtestület előtt is, hiszen közösen kezdtünk el gondolkodni, és egy közös fejlesztési időszaknak szerintem a közepén vagyunk. Ezt csak azért mondom, hiszen még rengeteg olyan feladat áll előttünk, és kihívás, amelyet csak közösen tudunk megoldani. Nagy öröm számomra, hogy fel lett újítva az evangélikus templom, a református templom, a református templomnál épült egy új közösségi tér, katolikus templomunknak a teljes körű felújítása napjainkba fejeződött, de június 4-én lesz a hivatalos átadó ünnepsége neki. Ezen túlmenően református óvodánk bővült, és mindegy elhangzott a kérdésben is a katolikus egyház úgy döntött, hogy építenek egy új négycsoportos óvodát a Selkút mögötti területen. Nyilván számomra nagyon fontos, hogy a Petőfi utcában lévő eddig katolikus egyház által üzemeltetett óvodára már két egyház bejelentkezett, akik szeretnék vinni, és az épület nem maradna üresen. Nyilván ez egy speciális történet ebből a szempontból, de azt gondolom, hogy nem álltunk még meg. Menet közben egyik legnagyobb iskolánk, általános iskolánkban a belvárosiból egy egyházi fenntartási iskolát, őt az evangélius egyház vett át, szintén középiskolánkat a helyemit a Máltaiak üzemeltetik nap mint nap, és nyilván azt is látom, hogy ezekben az intézményekben már olyan fejlesztések valósultak meg, amelyekre az önkormányzat egyedül nem lett volna képes, és nyilván ami nagyon fontos, hogy ezek Dombóvár város tulajdonát képező ingatlanok,
és amelyet az egyházak beruházásként végrehajtanak, szintén Dombárváros vagyonát gyarapítják. Még szót kell ejtenünk a vállalkozásokról. Itt is nagyon szép eredményeket értek el a dombováriak. Hogyan segíti az önkormányzat a vállalkozásokat, és miért teszi ezt? Azt, hogy miért teszi, erre nagyon egyszerű a válaszom, hiszen ez egy önkormányzatnak feladata. Ebbe személy szerint küldetést is érzek magamban, hiszen dombvári vállalkozók sikeres működése nélkül nem lehet sikeres Dombárváros önkormányzata sem. Ha ezt nagyon egyszerűen fordítom le, ugye ez azt jelenti, hogy ők minél több árbevételre tudnak szert tenni, a város annál több iparizsadó bevételre tud szert tenni. Azt gondolom, hogy a szándék az egy irányba mutat, járjon mindenki jól, legyenek boldogok a dombvári vállalkozók, legyenek elégedetek azok az emberek, akiknek a dombvári vállalkozók adnak munkát. Azt gondolom, hogy a közbeszerzés bugyraiban nem feltétlenül biztos, hogy mindig eljutunk odáig, hogy csak dombvári vállalkozóval tudunk dolgozni. De azoknál a beszerzéséknél, amelyek azon vonal alatt vannak, minden esetben ragaszkodom ahhoz, hogy dombovári szállítóink legyenek, dombovári kivitelezőink legyenek. 2019-ben elvesztette a bizalmát az önkormányzat a dombovári vállalkozók előtt. Mi visszaszereztük ezt a bizalmat, és ezt a bizalmat tovább fogom erősíteni, hiszen egymás nélkül nem jutunk A-ból B-be. És még egy utolsó fontos kérdés. Egy víziót kérnék öntől, hogy mivel lenne elégedett mondjuk egy 5 éves távlatban? Ez egy jó hangzó kérdés, és ez általában minden riport végén elhangzik. Én azzal lennék elégedett, ha Dombáról lenne 18 ezer elégedett állampolgár, hiszen azt hiszem, hogy 18 ezer embert egyszer egy időben látnék mosolyogni, az életemben nekem ezen a legnagyobb öröm, és én nagyon bízom benne, hogy lehet, hogy lesz egy-két ember 5 év múlva, akinek még mindig savanyú lesz a szöllő, de 17.999 embernek nem. Ez egy gyönyörű végszó volt, polgármester úr. Köszönöm szépen a beszélgetést, nézőinknek köszönjük szépen a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, a viszontlátásra.